a turkálás. Manócska megfigyelte, hogy a turkálásban egyáltalán nem zavarja mazsolát az eső. Mikor viszont kerti munkáról van szó, ásásról, kapálásról, gerebjézésről vagy hasonlóról, akkor mazsola egész idő alatt csak az eget lesi, s ha egy-két cseppecske hullik az orrára, sivalkodni kezd. Esik az eső, manócska, menjünk be! Egyszer, mikor mazsola kint turkált a mezőn a vakontúrások között, nagyon rákezdett az eső. Manócska kénytelen volt félbehagyni a palántázást és bemenekülni a tökházba. Az ablakból nézte, hogyan szakad az eső, és várta, mikor tűnik fel mazsola a kert ajtónál. Erre azonban hiába várt. Az eső újnyi patakokban csurgott le az ablaküvegen, de mazsolának hírehanva sem volt. – Utóbb még valami bajja esik – nyugtalankodott Manócska. Leakasztotta a szegről a kelkáposzta levéllel bélelt lapulevelet, magára borította, úgy szaladt ki a mezőre mazsola után. Mazsola éppen egy bakon túrás túrt szét, mikor Manócska rákiáltott: kiáltott. Mazsola, gyere be, mert megázol! Nem vagyok én cukorból, röfögte Mazsola. Csak nem turkálsz ilyen esőben? Az jó turkálni, magyarázta Mazsola. Olyan jól málik szét a föld. Manócska megcsóválta a fejét, és visszavonult. Mazsola ellenben egyre bejebb haladt a mezőn, egyik vakon túrástól a másikig, és mert a nagy esőben nem nézett se jobbra, se balra, már maga sem tudta, hol jár. A víztől jól felázott a talaj, úgy, hogy valóságos gyönyörűség volt turkálni. Még a keményre döngölt gyalogút is felpuhult, Mazsola játszik könnyedséggel túrta egyik gödröt a másik után. Később meg különlegesen porhanyós részre bukkant. – Ez már döfi! – gondolta elégedetten, orocskájával szanaszétúrva a göröngyöket. Fél perc alatt olyan még gödröt túrt, hogy eltűnt benne. – Micsoda jó terep! – újjongott magában. – Itt letúrok egészen mélyre! Csudamód élvezte, hogy milyen gyorsan halad. És egyszer csak – ez igazán olyan volt, mint valami álom – egy üregben találta magát, és az üregben ott volt előtt egy mázas cseréptál, tele dióbéllel. A diót nagyon szerette Mazsola. Otthon is volt egy jókora zacskóval. Manócska már többször célozgatott is rá, hogy fel kellene törni és megtisztítani a húsvéti kalácshoz. Mazsola azonban az ilyen célzásokat mindig elengedte a füle mellett. És most itt egy egész tál, tele gyönyörű, kövér, sárga gerezdekkel. Mazsola lassan nevett, hogy sokáig tartson az élvezet. Miután elfogyott az utolsó gerezd is, megnézte, milyen szép minták vannak a cseréptálon, azután kimászott az üregből és elindult haza. Manócska elszörnyedt, mikor meglátta. Már megint ilyen sárosan jössz haza, nem győzlek szappannal. Mindig csak az a turkálás, hasznosabban is eltölthetnéd olykor az időt. Mazsola megsértődött. Lehet annál hasznosabban tölteni az időt, mint ahogy ő töltette ma délután. Manucskának fogalma sincs arról, milyen értékek hevernek a föld mélyén. Legalább a krumplit segítsd meghámozni, tolt eléje Manucska egy gőzölgő fazekat telefőt krumplival. Krumpli hámozás közben Mazsola elképzelte, mennyi kincset fog ő turkálásával a föld alól felhozni. Elhatározta, hogy már másnap reggel visszamegy oda, ahol a belett találta, és elhozza a cseréptálat, is, ha örüljön, manócska. És biztosan lehet majd ott még más egyebet is találni. Egyszer csak kopogtak az ajtón, egérke lépett be, és már a küszöbön sírva fakadt. Mi történt, egérke? Szaladt oda hozzá manó. Bántott valaki? <laughs> Annyi baj ér bennünket mostanában, siránkozott egérke. Nem elég, hogy valaki feltúrta az éréskamránkat, és megette az egész diót, amit a húsvéti kalácshoz készítettünk, de, de útközben belebotlottam valami gödörbe, Anya megütöttem a lábamat! <laughs> <laughs> Ó, szegény egérke! Csóválta Manócska a fejét. A dió miatt kárbúsulnotok. Van nekem itthon dióm, ki tudlak benneteket segíteni. A lábadat meg gyere, beborogatjuk egy kicsit. Míg Manócska a borogatással bajlódott, Mazsola szótlanul előhúzta a zacskó diót, meg a kalapácsot, és törni kezdte a diót. Manócska meglepődve nézett rá. <laughs> hey, ha, ej, ha Mazsola, mi ütöd beléd? Az ő diójuk is meg volt már tisztítva, mondta Mazsola bánatosan. Egérket tágra nyílt szemmel nézett rá. Szóval te túrtad össze az éréskamránkat? Mazsola nem felelt, csak még buzgóban törte a diót. Manócska megcsóválta a fejét. Látod, látod, Mazsola, mennyi bajt okozol azzal, hogy szanaszét turkálsz. Úgy szeretnék valami valami sokat érült kitúrni a földből, mogyogta mazsola. Hát miért nem szóltál nekem? Nézett rá Manócska. Majd holnap mutatok neked a kertben néhány helyet, ahol alapos turkálása kincset lehet a földből kihozni. Milyen kincset? kapta föl mazsola a fejét. Olyan nagy gömbölyű kincseket, mutatta Manócska a kezével is, amelyek kívül zöldek, belül pirosak. Inye! kiáltott tegérke. – Mazsola, szereted innyét? Szeretem, mondta Mazsola csillogó szemmel. Ha édes, akkor nagyon szeretem. Innyét fogtok termelni, Manócska? érdeklődött tegérke. Manócska vállat mondt. – Miért ne? Hely van itt a tökház körül bőven, és ha mazsola vállalja, hogy jó mélyen felporhanyósítja a talajt, vállalom, mondta mazsola lelkesülten. Majd buzasd meg, hogy hol. Még sokáig beszélgettek, tervezgettek, aztán Egérke kijelentette, hogy már nem fáj a lába, és hazament. Magával vitte a dióbelet is, amit Mazsola a beszélgetés közben megtisztított. Vacsora után Manócska fürdeni hívta Mazsolát, hogy lemossa róla a sarat. – Nem kell fürdeni! – mondta Mazsola. – majd ha megsárad, lekeféljük! Manócska megcsóválta a fejét. – Kár a víztől félned, nem vagy cukorból! Mazsola sokáig gondolkozott, hogy hol is hallotta ezt a mondást. Már a vízben ült, mikor eszébe jutott, hogy ő mondta Manócskának délután az esőben.